Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Mai beszélgető társaim Nánási Pál fotóművész, nagy szeretettel üdvözöllek. Hello. És Császár Előd, akiről azt írják, hogy AI művész. Van ilyen? Nem, a Pali inkább fotóművész. Igen. Hát én, de még előadó. De én dolgozom sok mindent AI-jal, igen, képzőművész is vagyok állítólag. Igen. De hát nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Én ilyen előadó szoktam igen lenni. Mert hogy a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni, tök őszinte leszek hozzátok, általában egy ilyen őszinte csávó vagyok. Megnéztem ennek a programját, ennek a rendezvénynek, amint ti majd előadók lesztek, majd persze részletesen beszélünk róla, és néztem, hogy mi az, ami engem érdekelhet. Leginkább a kávé és az ebédszünet keltette fel az érdeklődésemet, mert hogy én annyira nem vagyok még képben. De azt gondolom, hogy a hallgatók egy jelentős része sincs képben, és lehet, hogy ti már régóta használjátok, csak most megpróbálom visszamenni a kályháig. Tehát, hogy ne úgy beszéljetek róla, hogy ilyen szakszavakkal, amiket mi nem értünk, hanem hogy próbáljunk úgy beszélgetni, mint hogyha, tehát hogy én abszolút nem értek hozzá. Tehát, hogy eleveti mikor találkoztatok ezzel a dologgal, hogy mesterséges intelligencia, és mikor találkoztatok vele úgy, hogy ez kikerülhetetlen? Hú, ki kezdi? Kezdjem én. Te ezt professzionális szinten üzöd. Na, te is, minden. Most ezt fogjuk csinálni egész végül egymást. Jaj, de jók vagytok mind a ketten. Nem, amikor először találkoztunk ezzel, ennek kapcsán egy ugyanilyen típusú konferencián, akkor így nagyon összenevetgéltünk azon, hogy ugyanazt a rendszert használjuk, csak egészen más csinálunk vele. Igen. És nekem az nagyon szimpatikus volt, hogy nagyon kevés olyan ember van még mindig ebben a műfajban, akikkel így lehet ülni, beszélni, és a Pali abszolút ez. Tehát, hogy az, hogy én most így a hátsójába belehelyezem a nyelvemet, az teljesen érthető, mert nagyon ügyesen valamit csinál. Jó, de még mindig nem tudjuk, hogy miről beszélnek. Mindjárt elmondja. Hát figyelj, én körülbelül másfél éve csaptam ebbe bele. Tulajdonképpen annyi, hogy én is csak úgy hagytam, és ezért ez nyilván egy kicsit nem is mondasz igazat, mert szerintem te is már csomó mindent tudsz erről. Tehát ez egyszerűen elkezdett jönni, és aztán és mindannyiunkat valamilyen szinten elért. De nyilván... sajnos igazat mondok, és az van, hogy én már ilyen boomer vagyok, tehát én ezt be is vállalom. És érzem, hogy lehet, hogy kellene vele foglalkoznom, mert különben még inkább boomer leszek, és le leszek maradva mindenki mögött, aki ezzel foglalkozik, de nehezen szánom rá magam. Az előbb mutattam neked valamit, amire azt mondtad, hogy oké. Nem mondd, hogy boomer vagy, mert hogyha olyan tálalásban találkozol ezzel, és olyan környezetben kapsz belőle egy nagy dózist, akkor abban a pillanatban el fogod kezdeni használni, és jól is fogod tudni használni. Ennek ez a legjobb része. Csak hogy ti is úgy kezdtétek el, hogy ez kikerülhetetlen, elkerülhetetlen, akkor inkább foglalkozom vele, vagy nektek ez tök könnyű volt. Én megmondom nekem, hogy volt az első ilyen wow pillanatom. Az történt, hogy nyilván hallottam, láttam, és akkor letöltöttem ezt, elkezdtem ez a Midjourney nevű applikáció, amit szerintem nagyon sokan használnak, és ott már két pohár bor után álltam este a konyhába, a család már lefeküdt, és a konyhapulton volt egy gyönyörű, szép körte, ami egy nejlonzacskóba volt becsomagolva. Aha. És az jutott eszembe, hogy na, most kivégzem az AI-t, mert én erről ott tudok egy olyan képet csinálni a telefonommal, ami biztos, hogy szebb lesz. És leírtam a szavakkal azt, hogy mit látok. Igen. Majd le is fotóztam. És aztán a végén összehasonlítottam ezt a két képet, hogy a nejlonzacskóba ott ül benne az a körte, amit később aztán meg is ettem. És basszus, legyőzött az AI. Nem tudtam róla, nem voltak olyan fények, nem volt, tehát persze nyilván, ha hozom a stúdióba, gyorsan beülök az autóba, akkor már nem tudtam volna, és elhozom a lámpáimat, és elkezdek világítani, akkor egy-másfél alatt biztos szenzációs képet lőttem volna arról a körtéről, de ott kicsi-kicsi, mit tudom, egy pár szó leírásával tudtam brutális képet alkotni. Mondtam, hogy csinálni, nem én csináltam. De mennyire érezted ezt kötelező érvényűnek? Hiszen addig is használtál nyilván olyan alkalmazásokat, olyan dolgokat, amiket nem feltétlenül te állítottál elő. Tehát nem te világítottad meg, nem te fényképezted, hanem utólag nyúltál bele a képbe. Hát tehát már voltak ilyen. Persze, hát ha úgy veszük, ez is már a retusálást évek. Hát én már 15 éve a különböző médiumokban arról beszélek, hogy a fotóretusás, amikor a lányoknak a melleit háromszorosára,
feneküket meg felére vettük, akkor már mindenki támadott, hogy hát ez a hazugság, ez a nem igaz, és ez borzasztó, és részben igazuk is volt. Én mindig azt hittem, olyan tökéletes nőket fotózol. Hát abszolút. Már csak tudod, én pillantásokat vetettem rá, nem néztem meg részletesen. Nyilván nem, senki se volt az. Igen. Na mindegy, de nyilván túlzok, de tényleg, hát ez már régóta rendelkezésünkre áll, az a kérdés, hogy hát azt minek tekintjük, hogy azt még én csináltam, az én fantáziám, vagy az én kézügyességem, vagy az én tudásom, és ez hol válik el, de hát az, hogy megváltoztatjuk a valóságot, hát ne vicceljetem, amikor elkezdték sminkelni az emberek magukat sok száz évvel ezelőtt, az is most az az igazi, vagy mi, tehát hogy ez egy iszonyú mély és hosszú és bonyolult kérdés, azt hiszem. Aztán, hogy ez az AI, mint eszköz, ez mennyire az enyém, tehát hogy az a kép, amit én alkotok, az most az enyém, vagy nem. Hát a fene se tudja, majd lehet, hogy a beszélgetés végére okosabbak leszünk. A tiéd, mert hogyha te nem csinálod meg, akkor nem jön létre soha. Nem jön létre. Hát nyilván, tehát, amíg a Photoshopot használtál, nem tudom, mondhatok-e ilyeneket, mert az is egyfajta termék, ott is te állítottad be, hogy mit szeretnél tőle kérni, tehát hogy nem rábíztad, nem egy automatán megnyomtál egy gombot, hogy ő valamit csináljon vele, és akkor az jobb lesz, hanem azt is te állítottad, nem? De az AI is így működik, hogy neked kell megadnod valamiféle értékeket ahhoz, hogy milyen legyen az, amit később látni szeretnél? Részben igen, tehát nyilván itt le kell írni, meg referenciaképeket lehet használni, tehát ma már számtalan módszer van, lehet, hogy előbb-utóbb csak énekelni kell neki, és aztán csinál belőle egy szép képet. A fene se tudja, igen, meg kell határozni, tehát azt nem mondom, hogy ez nem az én fantáziám. Értem. De nem vagyok annyira jó fotós, sajnos, és nincs. Meg hát ez a borzasztó. Nem vagyok annyira jó fotós nagyon sok esetben, mint amennyire az AI tud. És ez vagy nyilván sokkal ez tovább tart elérni vagy, ugyanazt. Így van, vagy sokkal drágább. Tehát az, hogy én tudok egy 2-3 millió forintos produkciós költség nélkül készíteni egy olyan hátteret, egy olyan környezetet egy fotóhoz, amit egyébként korábban, hát cégem egy nagy részben ebből is él. Hogy fotoprodukciókat hoztunk létre, amikor is kellett egy díszletépítő, kellettek különböző berendezők, túró minden, akik éltek abból, hogy ezeket a produkciókat létrehoztunk. Na de most akkor... Pedig... akkor... Ez a tipikus kérdés, akkor az AI vagy mesterséges intelligencia ezeknek az embereknek, akiket most felsoroltál, elvette a munkáját? Az én esetemben, a te vállalkozásodban? Az én vállalkozásomban nagy rész, nem 100%-ig, de sok szitúban elvette a munkájukat. Most már retusőrömnek is kicsit. De ez azért van, hogy te többet keresesz? Nem keresem. Vagy azért, hogy könnyebb legyen a munka, vagy hogy egyáltalán van, legyen a munka. A piac teljesen átalakult, átformálódott. Ez mondjuk lehet a stockfotókról is így beszélni, hogy időben a stockfotó volt az, ami a reklámpiacot pusztította, pontosabban a reklámpiacból élő különböző alkotóknak elvette, mert hát a stock is egy ilyen, hogy letöltöd egy kis részletét, kiszeded, és akkor beleretusálod. Hát az, amikor nagyon kevés pénzért egy weboldalon mondjuk lehet kulcsszavakra keresgetve olyan képeket találni, amit aztán te saját magad felhasználsz. Tehát nem kell elmennem egy fotósat, hogy szeretnék egy ilyen képet, hanem az internetről ki tudok választani egy olyan hangulatot, ami nekem éppen kell a reklámomhoz, vagy bármihez. Így van, és sokszor megtettük ezt is, hogy beleretusáltuk aztán ezeket háttérként, vagy akár előtérként. Csak hát most sokkal szabadabban, és tényleg bármit, és pillanatok alatt olyan háttereket, előtereket, akár embereket, tehát az én most legutolsó kiáltásom az éppen erről szólt, hogy embereket hasonlítottam az én korábban készült képeimet, reprodukáltam gyakorlatilag. Emberek nélkül? Tehát embereket alkottál a mesterséges intelligenciával? Így van. Ez csak nagyon szörnyen hangzik, de nem olyan szörnyű. Ez kifejezetten jó dolog ez. Nagyon. Hát jó, mondjátok ti, mert előadók lesztek ezen a fesztiválon, amiről majd mindjárt beszélünk. Igen, és most már mondhatjuk akkor, hogy most már a Pali is előadó művész úr lesz. Császár Előder és Nánási Pállal beszélgetünk, és az előbb a Palinál volt főleg a labda, úgyhogy most átpasszoljuk Elődnek. Ó, nagyon várom. Nyilván még vissza fogunk térni, hogy ezt a fotózásban hogy lehet használni, mik az előnyei, stb. De hogy
A zenében hogy lehet, az egy nagyon nagy topik, de azt tudom. Az nagyon. És ha valóban belekezdünk, akkor. És nyakig benne vagyok éppen. Egy kicsit azt most tegyük félre, te viszont képzőművész lettél a mesterséges intelligencia segítségével. És én nem tudom, hogy te korábban festegettél, ne, vagy volt-e ilyenfajta ambíció, de azt látom, hogy most csinálsz, az egyrészt egyedi, tök jó, hallottam, hogy jól is keresel vele, és hogy a francba, hogy nem nekem jutott eszembe, hogy mennyire vagy te benne? Tehát, hogy az, amit te alkotsz, te ugye cicákat alkotsz a mesterséges intelligencia segítségével, de mennyire vagy te benne? De most már én festem a képeket. Tehát, hogy igazából most már ez úgy indult ez a dolog, hogy olyan, hát egy jó egy évvel a pali előtt, két és fél, három évvel ezelőtt találtam először. Én ezt már figyeltem egy ideje, ezt a mesterséges intelligenciás képkészítést, vagy képgenerálást. Megjött? Nem, az a szabály, hogyha csörög, akkor fel kell venni. Gangsta Zoli felvette. Itt vagyok a rádióban, kicsikém. Nórit akkor csókoltatjuk. Nem, mindegy, amíg Pali lehakítja. Amíg Pali lehakítja. Hol tartottam, elfelejtettem. Hát, hogy te már 2-3 éve figyelgetted. Igen. Hogy alapvetően én azt hiszem, hogy 2016-ban csináltam először mesterséges intelligenciával képet, de hát azok a képek gyakorlatilag használhatatlak volt. Azok a képek voltak. Nem olyan képek, amiket a fényképek, hanem művészeti alkotás képek. Akkor fényképek voltak, és akkor jött először a stílus transfer kifejezés központba, vagy így a közszájra, ami azt jelentette, hogy az egyik képnek a stílusbeli jegyeit rá lehetett rakni a másik képre. Ez nem volt túl jó, meg nem, az esetek nagy részében rettentesen ronda volt, meg a maga az egész rendszer elég kezdetleges volt, de azt lehetett látni, hogy majd ez jó lesz majd egyszer. Úgyhogy én nem is nagyon foglalkoztam vele, csak egy darabig, és aztán utána beraktam a fiók mélyre, hogy na majd egyszer majd, és emlékszem, hogy én így e-mailezgettem mindenféle ilyen AI tudósokkal jobbra-balra a világon, mert hogy szerettem volna tudni, hogy kell képet csinálni. Megint egy új kifejezés. AI tudós? Hát van ilyen, hogy AI tudós? Az AI tudós fejleszti, kitalálja, vagy az, aki nagyon ért hozzá? Nem, aki fejleszti, kitalálja. Tehát, amikor én ilyen arcokkal levelezgettem, akkor ezek még annyira ilyen geek dolgok voltak, hogy egy teljesen standard felhasználó, mint én, egyáltalán nem tudja ezeket kezelni. És aztán 3 évvel ezelőtt egyszer találtam egy YouTube videót, ahol egy ember azt magyarázta, hogy hogyan lehet ezt a text-to-image, úgy hívják, a szövegből képet csináló rendszereket, hogy lehet használni. Na most azt... A szövegből képet az azt jelenti, amit az leírod, hogy itt van előttem egy körte, egy asztalon, és akkor leírod egyáltalán a környezetet, és abból alkot egy képet. Igen, de abban az időben ez még nem volt olyan jó, hogy jó képeket tudott volna csinálni. És akkor én így nézegettem, meg elkezdtem borzalmasan dolgozni vele, nem tudom miért. Volt egy ilyen, hát ez nekem nagyon tetszik, ezt évek óta várom úgy is, és kiderült, hogy nagyon jól tud festményeket gyártani. Már úgy festményeket, hogy hát ami az én teljesen művészethez, teljesen amatőr szemem számára nagyon nyilvánvalóan festménynek látszó tárgyak voltak, vagy képek voltak, és akkor elkezdtem, hát én nem is tudom, 100, 150, 200, 300 képet csinálni naponta, és ezeket posztoltam is folyamatosan, és az összes képzőművész haveromnak ott arcoskodtam, hogy na, látjátok, milyen sok képet csinálni, és akkor így azt mondta nekem az egyik barátom, hogy ez mind rendben van, de ne posztoljak már ennyit, és találjam már ki, hogy mitől lesz az én AI képem jobb vagy más, mint a többieké. Na és az volt az a pillanat, ami szöget ütött a fejembe, hogy most, hát, hogy tényleg, mitől? Mert hogy az a jó az AI-ban, illetve az a baja, ami a jó is benne, hogy mindenki ügyes. De akkor ez attól függ, hogy te milyen szövegezéssel írod körbe azt, amit te szeretnél? Igen, és ez adhat különbséget? És itt jön be a képbe egy olyan új, hát nem is tudom, hogy munkahelynek hívjam-e, vagy állás, vagy nem tudom, úgy hívják, hogy prompt mérnök. Mert hogy ezeket prompt engineer, igen, mert hogy ezeket promptnak hívják ezeket a dolgokat, amiket te beleírsz azért, hogy azt kapd, amit szeretnél látni. Úgyhogy igazából csak egy vízióra van szükség.
Tehát azt kell tudnod, hogy mit akarsz látni, és jó esetben kell ismerned azokat a modifikáló vagy módosító kifejezéseket, amiket, hogyha beleírsz, akkor olyan lesz. Tehát azt írhatod, hogy szeretnél egy ilyen fényképet, egy olyan fényképet, egy 35 mm-es filmre vett képet szeretnél ilyen kamerával, olyan lencsével, és nagyon-nagyon bele tudsz menni a dolgokba. És akkor én elkezdtem azzal szórakozni, hogy akkor én olyan festményt szeretnék, ami ilyen és ilyen kamerával, ilyen és ilyen lencsével, ilyen és ilyen filmre, ami nyilván egy hülyeség, mert hát, hogy vagy festve van, vagy fényképezve van, és szép lassan így kialakult egy olyan vizuális stílus, ami nekem akkor jó volt. De akkor még szó sem volt arról, hogy cicák meg ilyenek, és akkor kitaláltam, hogy nekem lesz egy ilyen virtuális zenekarom, és AI-ja a zenét fog csinálni, két cica, akik olyanok, mint a Pet Shop Boys, tralala, és mivel nem lehetett akkor még fényképeket csinálni, jót kitaláltam, hogy jó, akkor ezek olyan menők, hogy nem promó képeik, hanem promó festményeik vannak. És elkezdtem generálni cicás festményeket, hogy cicák fejhallgatóval szintetizátorokat tekergetnek. És elkezdtem posztolni őket, és felrobbant az Instagramom. És akkor az emberek, úristen, a cica, A YouTube-ot is a cica tette nagyját. Igen, és akkor kiderült, hogy az emberek igenis nagyon jól reagálnak a cicás festménynek látszó tárgyakra. És akkor így indult ez a dolog, és hát most már ott tartok, hogy ezeket a képeket úgy generálom, hogy csinálok belőlük sokat, ugyanabból a képből, és akkor összeállítom Photoshopban azt a képet, amit aztán utána megfestek. Tehát, hogy megrajzoltatsz valamit az AI-jal, majd igen, azt lefest. Nem, tehát manuálisan is elkészíted. Igen, de nem csak megrajzoltatok valamit, hanem amikor kitalálok, hogy mit szeretnék látni egy cicát, aki mint amin Hawaiian szörfözik, és ilyen mm-hmm. stílusban, ilyen festmény, ilyen, mm-hmm. ilyen festménytechnikával, stb., akkor amikor megvan a kép, azt mondom, hogy jó, ez jó lesz, de nem jó az egyik szeme, de nem jó a háttérben a fa, nem jó a bigyó, és aztán elkezdek még generálni ebből sokféle verziót, és azokból, mint egy kollást összerakom a képet. Aha. Tehát, hogy a szeme... Tehát, hogy nem egy festményt festesz meg, hanem egy több festményt, amit elkészít neked az AI, igen, abból raksz össze egy képet. Pluszban az a Photoshop, amit használok, amit a Pali is használ, a Pali is ismeri ezt a generatív funkcióját, hogy azt mondod, hogy jó, akkor itt van egy kis rész, akkor ezt itt javítsd ki, és vedd ki belőle a bigyót, tegyél oda egy másik izét, és egyébként is legyen, nem tudom én micsoda. A bigyó meg az izé megy nekem is, tehát már ebben jó lennék én is. Biztos, ezt magyaráztam, hogy tök jó lennél benne. És hogy aztán, amikor megvan a kép, akkor utána még mindenféle digitális marhaságot csinálok vele, mire megfestem. Digitális marhaság? Igen, hát hogy a Photoshopban így vannak... Így nem kerülünk közelebb hozzá. Vannak ilyen ezek különböző... Ezek mind szakszavak. Képeditálási vagy képszerkesztési módszerek, amivel a fotósok élnek egyébként is, azt én egészen másra használom, és akkor ez egy ilyen nagyon furcsa, ilyen hibrid valami lesz, ami digitális alapú, analóg festmény a vége. Nálási Pál és Császár előtt a vendégeim, előtt szerint a Pali sajnos szegény csöndben marad, de hát nyilván, amit az előd mond, nem az... Minden szóval egyetértek. De nem tudod, hogy az neked új, tehát ezeket te mind ismered? Mindet, persze. Nem, meg hát már beszélgettünk is elég sokat, úgyhogy, de én értem, hogy miről beszél, amikor a bigyókról beszél. Igen, ezt tudja. Ja, az alapvető kérdésem, és tényleg én nullán vagyok, bár volt már ebben a műsorban beszélgetés, de főleg a zenei oldaláról, de ott is az volt a lényeg, hogy ki az, amit az ember megalkot. És akkor itt jön megint ez a kérdés most hozzátok, tehát, hogy ott van az a körte, induljunk ki ebből. Hogy igen, azt a körtét jelenteted meg, amit az AI készített, nem a te a saját fényképedet. Igen, akkor az a kép, az kié? Hát jogilag az enyém. Tehát, hogy ennek egy, én eleinte ez volt a legnagyobb kérdés bennem, hogy vajon most akkor mi lesz, hogyha valaki jön hozzám, hogy készítsek neki egy sorozatot bármiről, ami elkezdem használni az AI-t, akkor azzal most, ez most ki lesz, hogy csöngetni fog másnap a jogvédő, nem tudom, iroda, vagy a rendőrség, hogy... Hát vagy hogy az a fejlesztő az én, cég, aki az AI nem tudom, oldalt előállította, vagy betáplálta az információit. Na most az van, hogy az a miénk. Tehát az én jogommá változik onnantól kezdve, és azt csinálják be, amit akarok. Ami, tehát, hogyha előfizető vagy, csak akkor. Nyilván befizeted hát van ilyen ingyenes... Igen, de az ingyenesnél nem te vagy a jogtulajdonos. Legalábbis a zenei AI-oknál úgy van, hogyha fizetsz érte, akkor tiéd, ha nem fizetsz érte, akkor nem. Akkor nem.
Hát ez a fotónál ebben az esetben ez nem volt, hogy ez, nyilván fizetek egy havi előfizetést, mint ahogy az egyéb szoftverekkel is, és ennyi. És onnantól kezdve azt csinálsz valamit, akarsz, minden a tiéd. Így van, és azt el is adhatom. Most, hogy így érzelmileg, vagy alkotni, tehát hogy az én kezem munkájának számít, szerintem a kérdés leginkább erre vonatkozott. Hát erre is, meg igen, meg hogy te azt így szabadon alkalmazhatsz-e bármit, amit te azzal alkotsz. Az biztos. Tehát nem kell ráírnod, hogy készítette Nánási Pál, és nem tudom melyik cég, aki ezt az AI-t fejlesztette. Ez egy eszköz. Azt felejtik el az emberek, hogy ez egy pontosan ugyanolyan eszköz, mint egy gitár, vagy egy fényképezőgép, vagy egy filmkamera, vagy egy szintetizátor, amit arra használ, ami úgy működik, ahogy az ember használja. Ha jól használja, akkor zseniális dolgokat hoz létre, de borzalmas mennyiségű digitális szemetet is gyártanak az emberek ezzel. Nagyon. Igen, de közben mégis azért az benne, nekem fotósként, aki ugye egy életet töltöttem eddig azzal el, hogy azokat a finom kis fényeket, amik azok a nüansznyi, amitől egy kép jó tud lenni, azt még megtanultam egy iskolában, igen, meg a hétköznapjaimon, elrontottam 200-szor és 201. alkalom, és aztán itt ebben ezen a felületen meg ilyen pillanatok alatt egy megcsinálja helyettem, és akkor jó is, hogy ezt behozod. Ha te nem lettél volna korábban jó fotós, akkor is tudnál most jó fotós lenni az AI segítségével? Sajnos igen, vagy hál' Istennek, nem tudom, ez amit az előbb is mondott, hogy igen, te is tudnál szenzációs fotós lenni azzal, hogy pár szót beisz. Ez egy más kérdés. De nyilván te tudod, hogy mit akarsz látni, vagy láttadni. De vízió kell hozzá, és szerintem és ilyen quality control, nem tudom, hogy abszolút, mondjam. Tehát, hogy innentől kezdve az ember inkább szerkesztővé válik, mint íróvá. Most ezt hülyeséget mondok, de hogy kicsit ez hogy az ember nem feltétlenül azzal foglalkozik, ahogyan állítsa elő, hanem azzal foglalkozik, amit állítson elő. És ez egy nagyon fontos különbség. Nem kell hozzá tudnod azt, hogy hogyan készül a virsli, hanem csak megmondod, hogy egy olyan virslit szeretnél, amiben ez és ez és ez és ez van, és utána kiválasztod, hogy melyik a legjobb virsli. Igen, ez nagyon... De ez történik. Ez borzasztó. És de szerintem azért nem borzasztó, mert visszakerül ez a nagyon, nagyon, hogy is mondjam, kasztosodott művészeti világ, értem ebben a zenét, a fotózást, a mindent, hogy ha egy kezdő, akár gyerek vagy, akkor képtelenség olyan dolgokat csinálni, vagy nagyon nehéz eljutni oda, hogy olyan dolgokat tudjál előállítani, amiket ezzel elő lehet állítani. És simán lehet, hogy olyan tehetséges művészeket fogunk megismerni a jövőben, akik lehet, hogy nem tudnak a dolgok tradicionális értelmében vett eredményeket felmutatni, akár hangszeres játék, vagy fotózás tekintetében, de pontosan tudják, az ő tehetségük abból fog állni, hogy pontosan tudják, hogy hogyan kell elérni egy olyan képet, amitől tényleg mindenki megfogja a bogáját. Igen, ebben most tényleg az a nehéz, ahogy így hallgatlak titeket, hogyha nekem van egy ötletem, van egy vízió, van egy elképzelésem valamiről, akkor én ezt így beírom, vagy mikrofonon keresztül bemondom egy gépnek, igen, és ő ezt megalkotja, és hol marad az, hogy nekem mondjuk ehhez kell valamiféle tehetséggel rendelkeznem, kézügyességgel, bármi látásmóddal, hanggal, zenei tehetséggel. Másfajta gondolkodás kell lehet. Tehát, hogy nem lehet ahogy én ezt a képzőművész részében én már ezen átmentem egyszer, és most a zenében tartunk ugyanitt, hogy amikor először elkezdtem ilyen AI-jal készített printeket árulni, amikre ugyan ráfestettem, de hát ettől még ezek ilyen festménynek látszó tárgyak voltak, akkor mindenki azt mondta, hogy nem mindenki, de sokan jöttek, hogy hát gombokat én is tudok nyomogatni. Ez volt az ultimate, igen, érv. Mindenki azt mondta, igen, hogy gombot én is tudok. Igen, de ha tudsz nyomogatni, a te képed miért nincs a falon? Hát igen. Tehát, hogy nagyon sokan nyomogatják a gombokat, és nagyon sokan elkezdenek ezzel foglalkozni, és egy hónap múlva megunják. Na. Igen. És akit ez tényleg érdekel, meg aki tényleg beleveti magát ebbe, az nem fogja abba hagyni egy hónap múlva. És ez igenis nagyon jó lesz benne, mert addig
dolgozik rajta, és addig megy, amíg olyan nem lesz a kép, amilyet ő akar. Hogyha ehhez 300 képet kell generálni egy nap alatt, akkor 300-at fog generálni, de a végeredmény a fontos, nem pedig az, hogy hogy jutunk el oda. Tehát akkor tényleg... hogy megtalálja a közönségét, azért igen. Az is fontos, mert ezt el tudod fogadtatni a közönségeddel, és ezért zseniális, ami veled is történt egyébként, hogy meg tudta találni azt a közönséget, A cicával azért könnyű dolgom van. Jó, választottál. Nem választottam, a cica talált meg engem szerintem. És azért ez egy nagyon nagy dolog. Egyébként a fotográfiában ez ugyanígy kicsit megtörtént, vagy a fototechnika fejlődésében, és úgy régen, hát én emlékszem, a fototechnika fejlődése az ugyanez történt vele, hogy régen tekergetni kellett, hogy a fókusz meglegyen, meg az expozíciót beállítsad, és ma én már annyiszor kaptam meg azt a pofámba, hogy jó, hát ezekkel a profi gépekkel csak meg kell nyomni a gombot. Ez ajutott eszembe, hogy ezt mondtad, hogy igen, csak nyomni hát igen, kell az a gombot. Is automatizálódott. Ezt én is hallottam, de hát ez egy baromság, tessék parancsolni, lehet, mert a legdrágább sok millió forintos gépet megveszed, és aztán rájössz, hogy körülbelül pontosan ugyanott vagy, mint hogyha még, vagy előrébb, attól lesz igazán jó a kép, hogy megfelel a látásmód, azt fotózod le abban a pillanatban. Olyan, tehát oda is kell a vízió. Abszolút kell, tehát ilyen módon ez egyetértek, de mégis az, amit te kifogásolsz, hogy egy festőnek meg kellett, hogy tanuljon, abból kialakult valami olyan stílus, amit hát ő tudta, csinált, hogy ő hogyan tud előállítani színeket, tudta, hogy mivel tudja azt felvinni a vászonra, azt is tudta, hogy milyen vászonon kell, vagy fog az jót mutatni, vagy jól mutatni. Bizony. Most van olyan milyen gyűjtés AI fotósok, vagy AI művészek számára, ahol gyakorlatilag a világ összes nagy nevű fotósa, festője, grafikusa össze van gyűjtve, és gyakorlatilag az AI tudod vezérelni már csak annyival, hogy az ő nevüket tehát ez beépül. És én tudok úgy fotózni, mint Anton Vac, vagy Patrick Demarchelier, vagy és akkor ő abban a stílusban fogja elkészíteni, és ez már igen, egy kicsit pervers, hogy úgy mondjam, de... Nincsen benne semmi meg... pervers, mert szerintem annál nincsen viccesebb, amikor összekeversz fotósok és festők stílusát. És az egész, hát tehát, hogy olyan nem létezik, hogy összekeverem a Depeche Mode lemezborítókat fotózó Anton Corbijnnak a stílusát a Picasso kubizmusával, és akkor még és ezt egy Ariflex kamerával veszem föl. És császárodott macskáival. És macskákat, nem, a macskákat csinálok. Cicáival, cicákat csinálok így. Tehát, hogy így szoktam kísérletezni, hogy egy csomó marhaságot így összetudálok. Majd aztán jövőre, meg ki még később már te leszel, meg ti lesztek a hivatkozási alap. Hát bár úgy lenne. De te valóban ez nagyon izgalmas, és ez a művészetet, ha ezt lehezhetjük annak, remélem, igen. Ez az, abszolút. Elképesztően szabaddá teszi. Eddig is lehetett lefesteni azt, amit akartál. Igen, de most már most már technikát sem kell tudni hozzá. Tehát, hogy szerintem a trash művészet, tehát hogy a jó értelemben vett trash művészet, és most nem a fos művészekre beszélek, hanem a trash, a jó értelemben vett trashről, az például ezek a mesapolás az elképzelhetetlen magasságokba vihet dolgokat. Tehát, hogy tényleg most bármit bármivel össze lehet keverni, és ez ennél viccesebb szerintem nem is létezik. Császár Előd és Nánási Pál a vendégeim. Mondom! Elképesztően figyel arra. Előtt figyel arra, hogy én mire figyelek. Én nagyon figyelek arra, de te nagyon profi vagy. Először, kit mondok másodszor. Te nagyon profi vagy. De azt tudod, hogy én miattad kezdtem el rádiózni. Azt nem tudtam. Illetve, hát azért, mert téged kirúgtak a Dominiusból, és valaki, tehát hiány keletkezett, és akkor vettek fel engem. Na hát figyelj, nagyon jól betöltötted ezt a hiányt. Akkor... Még egy darabig nyomom, tehát mindig itt vagyok helyetted. Egy elképesztő karriert építettél föl erre hogy engem kirúgtak a Dominiusból. Vagy, hogy én sosem éneklem végig az adásaimat. Na jó, de most már én sem biztos, hogy azt tenném. De nekem az egyik kedvenc adásom volt, mikor valahonnan jöttem haza, és azt hallottam, hogy bármi szólt, arra még a szignált is végig énekeltet. Igen, előfordult, hát Istenem, akkor még ilyen volt a feeling. De már nem vagy ilyen? Mit tudom én, milyen vagyok? 51 éves vagyok, szerinted olyan vagyok, mint 25 éves. És 51 éves vagy? Igen. Mióta? Február óta. Én két napja óta. Én vagyok az idősebb. Akkor Isten éltesse. Én is 51 vagyok, csak én 3 éve. Kicsit régebb akkor óta. Akkor te Csabi 54 igen, vagy, ugye? Igen. Bocs. Jaj, de jól összejöttünk mi hárman. Nagyon. Lesz ez az AI Summit, jól mondom ennek a rendezvénynek a nevét, ugye? Oda megyünk, ahol a Summit van. Oda hozzuk a Summit. Ahol Summit. Igen. Szóval, hogy oda kit várnak a rendezők, vagy kit vártok ti?
az olyan laikusokat, akik érdeklődők, vagy azokat, akik már ezt használják, csak mondjuk még profibbá szeretnének válni. Hát gondolom, hogy olyanok is jönnek, akik már valamilyen módon kapcsolódnak ehhez, de szerintem ez rettentően elképesztő. Most is itt ülünk, és erről beszélgetünk, és ez nagyon benne van most a köztudatban. Tehát tulajdonképpen bárkit, aki, aki erre érzékeny, vagy kíváncsi, hát az lehet is kíváncsinak lenni, mert egyébként ez egyik legdinamikusabban fejlődő dolog. Tehát, hogy gyakorlatilag én nem tudom, hallgatok 8 podcastot, tudom, hány YouTube csatornát követek, amiben mindig próbálom hogy az újdonságokat begyűjteni, aztán még az előddel is találkozom, aki aztán még mindig tud újat mondani. Aha. Tehát, hogy elképesztő, hogy micsoda történés őrület zajlik ez ügyben, és mindig jön egy új, mindig valami új ötlet, vagy új upgrade itt, upgrade ott. És de azért tud ilyen szinten fejlődni, mert ennyi felhasználó van, és a felhasználás során szerzett tapasztalatokat ezek a mérnökök, alkotók beépítik a fejlesztéseikbe, vagy egyszerűen tényleg ennyire okos emberek vannak, akik előttetek járnak, vagy előttünk járnak. Mindegyik egyszerre, persze. Ráadásul a felhasználók nagyon sokat tanítják ezeket a rendszereket. Tehát minél többet használják, annál többet tanul abból, hogy te lájkolod ezt a képet, vagy melyiket szereted, az egyiket szereted, vagy a másikat, és akkor abból nagyon sokat tanul a rendszer azt illetően, hogy milyen legyen. És igazából ilyen hónapok alatt jönnek a következő verziók, és a következő generáció már olyan kategóriákkal jobb, mint az előző, nem is érdemes az előzőről már beszélni. Tehát, hogy annyira gyorsan fejlődik, és annyira gyorsan változik, hogy... De hogy ezt hogy értsük, csak tényleg tök laikusként. Tehát, hogyha van egy telefonod, aminek van egy, nem tudom, 2-es rendszere, és aztán az megváltozik. Akkor a 6-os rendszer az még ugyanabban az évben előjön, úgy, hogy már augusztus van. Tehát, hogy annyira gyorsan fejlődik, hogy tényleg havonta jönnek az update-ek, amikor vannak olyan update-ek, amik egyszerűen gyakorlatilag fundamentálisan mások, mint az előző, és amikor az előző hosszú ideig nem tudott az AI kezeket és lábakat csinálni, valami meg a zongora billentyűzet ez a másik. Azt én nem is értem, hogy egyszerűen képtelen zongora billentyűzetet rendesen csinálni, mindig a fekete billentyűknek a sorrendjét mindig összekeveri, vagy csak fekete billentyű van, az sosem megy, és a kezekkel egy időben nagyon sok baj volt. Onnan lehet megállapítani az AI képeket nagy részét, hogy meg kell nézni a kezeket rajta. Ha a kezek ilyen furák, akkor az minden bizonnyal AI-jal készült. De milyen fura? 7 úgy van rajta? Vagy olyan furán, ha ránézel, tudod. Tehát, hogy annyira fura a kéz, hogy azt mondod, ez biztos. Ez nem igazi. Ilyen nem létező, olyan, mint a nem létező digitális effekt egy filmben, amire azt mondod, hogy erről híresek most az AI filmek, vagy az AI videók, hogy olyan dolgokat lehet vele csinálni, amit semmilyen más módon nem csinálhatsz meg. Olyan áttűnést, olyan, tehát hogy most a film jön, és a film nagyon durva lesz. A film sokkal durvább lesz, mint a fotózás és a zene együttvéve, mert elképesztő módon lehet majd olyan sztorikat gyártani, és olyan filmeket csinálni, amit tényleg egy 10 éves gyerek fog tudni hollywoodi blockbustert csinálni úgy, hogy az embereknek fogalmuk nincs, hogy ezt egy 10 éves gyerek találta ki, és ő csinálta meg. De a klipekhez már használják, nem? Persze. Nagyon-nagyon sokan, de hát már filmekhez is. Te magad már részt vettél egy ilyen filmfesztiválon is, ahol kifejezetten AI filmek voltak, de ott gondolj bele, ott kapcsoljunk vissza az előbbi beszélgetésünkre, amikor is én a berendezőmet már nem hívom föl. Igen. Gondold el, hogy egy ilyen filmprodukció, ami olyan industriát millióan dolgoznak rajta, igen. És akkor ott nem kell kibérelni Fölveszed egy telefonnal az embert egy zöld háttér előtt, most már akár zöld háttér se kell, mert annyira jó a maszkolás. Sőt, ember sem. Sőt, lassan ember sem kell. Na de most képzeld el, hogy azzal, hogy ez így elindul dominóképpen, akkor jöjjön az, hogy az AI zenénél mi történik. Hát akkor nem kell már stúdió, akkor nem kell zenészek sem, mert hát most már énekel, táncol, beszél, csinál mindent. Úgyhogy szép lassan az összes kreatív iparág meg fogja érezni ezt. És nem is annyira szépen, és nem is annyira lassan, hanem inkább ez ilyen brutál sebességgel jön, mint a Miley Cyrus. Én rosszul érzem magam attól, hogy én ezt nem érzem annyira jónak. Tehát, jósan érzem rosszul magam attól, hogy kikerülnek belőle az emberek. Én amikor ezt elkezdtem, azt még az elején nem tettem hozzá, az pont ez volt a motivációm, hogy basszus, végig gondoltam, leültettem a cégemben dolgozó összes kollégámat, és azt mondom, hogy gyerekek,
kezdjetek el gondolkodni, hogy hol fogtok dolgozni. És megmutattam nekik egy pár képet, nyilván még mindenki ott dolgozik, ez másfél éve volt körülbelül, de abszolút jogos, hát rettenetesen sok dolgot megtok már most úgy csinálni, és nem kell, tehát nem kell az ügyfélnek, már az is elvárja tulajdonképpen, hogy hát mindegy, ezt majd, hozzá fogod tenni. Tehát ez... De lehet, hogy akkor az ügyfél már nem is ügyfél lesz, hanem ha ő meg tudja tanulni, kezelni ezt a dolgot, akkor, akkor már előbb-utóbb rá sem lesz szükség. Akkor a Palira sem lesz szükség, meg rám sem, tehát a simá. Már ez simá. Most is zajlik, abszolút. Igen, csak hogyha az ember erre felkészül, meg tudja, hogy azért erre lehet készülni éveken keresztül. Igen. Meg lehet, el lehet kezdeni ezeket a rendszereket felhasználni a saját munkádban, aminek az a vége, hogy annyival könnyebb a dolgod, viszont sokkal több mindent tudsz csinálni, egyszerre sokkal gyorsabban, aminek az a vége, hogy sokkal több munkát tudsz elvállalni, aminek az a vége, hogy megint ugyanannyit dolgozol. Csak sokkal többet tudsz csinálni, és sokkal egyszerűbben és gyorsabban. Így van. Én is pont ezt akartam kivinni az elv, hogy tudtam, hogy ezzel nekem fel kell kezdeni foglalkozni, mert nem akarok lemaradni, vagy érteni akarom, és ismerni akarom az ellenséget, mert ez valóban, ezt nem mondtad, hogy ez érzed, hogy ez nem túl jó. Nehezen barátkozom vele én. Globális konkurencia. De kell barátkozni vele. Egyrészt, mert elképesztően jó móka. Tehát, hogy ez az első és legfontosabb dolog, hogy egy kreatív embernek olyan eszközöket ad a kezébe, amitől szárnyai nőnek gyakorlatilag. Szuperember lesz mindenki. És ki hogy tudja használni? Szerintem az igazán tehetséges ember ezt ugyanolyan jól fogja tudni használni, mint azokat a dolgokat, amik nem engedték meg, hogy szuperember legyen, de a szuperember szuperebb lesz attól, hogy ilyen rendszereket használ. Igen, most azt a hasonlatot akartam használni, hogy én például nem tudok, én azért nem lettem grafikus, meg festő, mert nincs hozzá kézügyesség. De most már van. Értem, de ezért lettem fotós. Tehát a festészet, fotográfia, kontrafotográfia az egy kicsit hasonló átállás volt. Ugye festők abból éltek, hogy az udvarba festették a királyokat, meg a hercegeket, meg a hercegnéket. Azt egyszer csak jött egy ember, aki azt mondta, hogy figyú, nem kell ott üljél egész nap, nyomott egy gombot, és ott volt a kép a falon. Na most hát ezt gondold el, hogy ők mit éreztek, valami hasonlót éreznek most. Igen, aki egész életében azt tanulta, amit csinált, hát nyilvánvalóan egy olyan festő, aki az egész életét arra tette rá, hogy meg tudja festeni a napot naplementekor, és azt a narancssárgát, és azt a lilát, és a felhők, és a stb. És akkor én ezt és megnyomom a gombot, és kijön egy olyan kép, amit utána megvesznek, mert a közönséget egyáltalán nem érdekli, hogy készülnek ezek. Ez biztos? Igen. A közönséget, az ugyanaz, mint a DJ-skedés alapvetően. Csak a többi DJ-t érdekli, hogy hogyan játszol és mivel játszol, amíg a közönség táncol, addig őket egyáltalán nem érdekli, hogy hogyan éred el, hogy ők táncoljanak. Amíg a közönség ott áll egy kép előtt, és tátott szájjal nézi, egyáltalán nem érdekli, hogy fest. De a zenében például a számít, tehát a közönséget érdekli, hogy az énekes éppen most énekele, vagy ezt hónapokkal ezelőtt énekelte egy stúdióban, most viszont csak úgy csinál, mintha. A német top 50-ben most került bele az első AI dal. Uh-huh. Ami ugyan egy ilyen nagyon fura történetű és nagyon idióta dal, és most nem erről van szó, hogy a dal jó-e vagy nem jó, vagy miről szól, hanem csak maga a lényeg, hogy nem fogja érdekelni az embereket. Egy év múlva az AI zene olyan szinten lesz, hogy én sem fogom tudni megmondani, hogy élő embere vagy nem. Most még meg lehet mondani, igen, bizonyos jelekből, de pont erre hadd kössek rá, hogy a visszatérve az AI Summitra, pont erről fog szólni, és az én előző kiállításom az pont ezt a problémát vettem elő, hogy kiállítottam 20 képet, és a telefonoddal, ha oda mentél, és fölemelted rá, volt egy ilyen AR, tehát a kiteresztett valóság applikáció, amivel fölemelted a telefonod, rá virág, vagy fordítottad a képre, és akkor megjelent egy másik kép. És az volt a kérdés a kiállítás elején, mindenki kapott egy kis papírkát, hogy válassza ki, hogy szerinte melyik az igazi, melyiket fotóztam én, és melyiket csináltam az én fotóm alapján, tehát melyik az AI. Ezt tudtál? Lehetett pipálgatni, végigment mindenki, nézték a telefonnal, és az utolsó kép volt az, ami felfedte azt, hogy melyik. És most már elmondhatom, mert ez a kiállítás már bezárt, hogy mindenkit átvertem, mert minden áldott kép az AI verziója volt az én fotómnak. Tehát az én fotómat adtam meg referenciának,
és körülbelül a felét pipálták, tehát direkt kinyomtattunk egy ilyen kis pipálható papírkát, hogy, hogy ő vissza tudja ellenőrizni, és a végén megtudta, hogy minden, amit bepipált, az, az vagy hát körülbelül a fele, tehát 50-50-ben nem találták, és akkor ment vissza mindenki, úristen, pedig ő ott azt hitte, hogy a, nem tudom, hogy a keze, amit mondasz, tehát ez, és ez abszolút alátámasztja, amit az előbb mond, hogy közönség az, az vakon van egy csomó esetben, és nem, nem van valami, amit érez. De azért akkor tegyük hozzá, hogy az AI nem átveri a közönséget, tehát az AI-jal dolgozó művészek nem átverni akarják a közönséget, hanem hogy, hogy akkor teljesebb élményt, egy, teljesebb egy művészeti élményt adni egy, nekik? Vagy? Egy pár év múlva ez egyáltalán nem fog számítani, hogy AI-jal készült a kép, hiszen annyira a hétköznapi lesz maga a módszer, és annyira megváltozik már minden, és lesz egy generáció, aki úgy nő fel, hogy eszébe se jut, hogy lehet máshogy. Igen. Az ugyanaz, mint amikor, amikor vannak azok a gyerekek, akik soha élet nem, hogy bakelit lemezt nem láttak meg kazettát, még CD-t se. Ők egész életükben csak azt látták, hogy, hogy hogyan kell a Spotify-on streamelni bármilyen zenét. Ugyanez van, hogy azok a gyerekek, akik, akik érintőképernyővel nőttek fel, azok nem tudnak mit kezdeni a billentyűzettel és az egérrel. Egyáltalán nem. És nem viccből nem tudnak, egyszerűen nem tudják, mit kell vele csinálni, annyira gyorsan változik a világ. Nálási Pál és Császár előd a vendégeim, annyira érdekes ez az egész világ, amiről most beszélgetünk, ugye a mesterséges intelligencia, hogy, hogy közben ilyen agyament dolgok jutnak eszembe, hogy, hogy miközben tényleg efelé haladunk, hogy a, amit az előbb mondott előtt, hogy már nem tudják a fiatalok, akik érintőképernyőhöz szoktak, hogy mi a billentyű, mi az egér, hogy közben az iskolában meg arra készülünk, hogy elveszük tőlük a telefont. Hogy akkor hogy fogunk tudni lépést tartani a világgal, hogy, hogy miért nem tanítjuk akkor inkább ezt az iskolában, hogy ezt az AI-t hogy tudjuk használni, alkalmazni a mindennapokban, a háztartásban, a nem tudom milyen iparban, a képzőművészetben, a művészet. Ez a, ez a legnagyobb kérdés. Az én lányom most középiskolás, és biztos vagyok benne, hogy nem ugyanabból az iskolából fog kijönni, mint ahova bement. És ki fogják rúgni? Ne! Tehát, hogy, hogy nyilván a magyar iskolarendszer nem arról híres, hogy nagyon gyorsan adaptálódna, úgyhogy nem is fog, de, de a gyerekek nagy része használja a ChatGPT-t. A gyerekek nagy része, emlékszem, amikor először írtunk iskolai olvasók. A gyerekek olvasók, az, az mit jelent számodra a gyerekek? Tehát, hogy... Általános iskola. Aha. Amikor a gyerekem először írt ChatGPT-vel olvasónaplót úgy, hogy még senki nem írt olvasónaplót ChatGPT-vel, sőt, igazából akkor jöttünk rá, hogy beszél a ChatGPT magyarul, mert az sem volt egyértelmű. És elkezdtük angolul csinálni a dolgokat, majd akkor mondtam, hogy nézzük már meg, hogy azt mondja a gyerek, hogy papa, beszél ez magyarul? Nem tudom, nézzük meg. És magyarul azt mondta neki, hogy akkor szeretnék kérni egy olvasónaplót a Koppányi Aga testamentumából a 8. szinten. És 8. szinten lett megírva. És akkor azt mondja nekem a gyerek, édes volt, akkor ne mondjuk meg senkinek, és majd senki sem fogja tudni, mondom neki, szerinted két napon belül nem az összes osztálytársad ezzel fogja írni a leckét. És ez a probléma, hogy azt nem ismerik fel a tanár, nem a tanárok, az oktatási rendszer, hogy azt nem ismeri fel, hogy nem az egész világ alakul át, de hogy nem. Sőt, az iskola rendszer is átalakul, ugyanis semmi értelme ugyanazokat tanítani a gyerekeknek, amiket eddig tanítottunk neki. De nem lenne jobb tényleg megőrizni, hogy az ember elolvassa saját maga, és saját maga alkosson véleményt, és írjon olvasónaplót? Tehát ez nem lenne jobb nekünk, az emberiségnek, mint hogy dolgozik helyette egy gép? Akkor ez azt jelenti, hogy akkor inkább ne legyen szállítószalag sem, és ne legyenek gyárak sem, hanem az emberek akkor csinálják igen, mindent. Igen, és menjenek igen, ez ugyanez, ezt a szellemet már nem lehet visszagyömöszölni a palacba, és lehet róla nem tudomást venni, meg lehet azt mondani a mindenféle kormányoknak, hogy mi nem értünk hozzá úgy, hogy föltesszük a kezünket, de ugyanez van, aki ezt nem használja, lemarad. És hogyha a finnek használják az iskolában, akkor a finn gyerekek lesznek a legügyesebbek ebben. Ha a svédek nem használják, a svédek lemaradnak. És hogyha az iskolában nem használják, legalább egyetemi szinten, de szerintem ezt általános iskolában is kéne már tanítani a gyerekeknek. Hogy? Ugyanúgy, ahogy az interneten való keresést és az összes többi. De várj, de ezt lehet tanítani? Hát, akkor honnan kell ez indulni? Nem kell, az van, mert ez a generáció, az így szippantja föl magába. Igen, az a generáció, amiről most beszélünk, az a digitális gyerekek. Már valószínűleg nyelvtanár sem kell, mondjuk angol nyelvtanár biztos nem, mert hogy minden, amit néznek, a különböző
internetes oldalakon, minden az angolul történik, és ők önmaguktól megtanulnak angolul. Hát ha nem is önmaguktól, de hogy de sokkal könnyebben. Sokkal könnyebben. Igen. Igen. Hát én most megmondom őszintén, belecsaptam, ez is egy ilyen érdekes, megint egy új dolog, hogy vettem 3D, pontosabban kaptam, de már régóta akartam venni 3D nyomtatót. Nem tudom, a 3D nyomtató mennyire van meg, amikor tárgyakat ki tudunk vele nyomtatni. Mi volt az első dolog, amit nyomtattál vele? A bícsi, hát mindenki bícsit, azt a kis hajocskát nyomtatja, az az első. És aztán a második, az pedig egy kis kutyácska, mert ugye a kislányom egy kis kutyát szeretett. És csináltál már valami olyat, ami hasznos volt, mit tudom én? Nem. De fogsz, előbb-utóbb fogsz. Ezért nem vettem egész hiszen eddig a pillanatig, mert nem tudtam megmagyarázni magamnak, hogy miért kell nekem egy 3D nyomtató. Ez olyan, mint az iPad, amit egészen addig a pillanatig, amíg az ember nem tudja, hogy ezt akarja használni, hogy mennyire jó ezt használni, nem tudja, de onnantól kezdve, hogy vettél, 3D printer a legnagyobb dolog a világon. És most már van olyan, hogy AI-jal tudsz 3D formákat kreálni. Tehát magyarul én beszélek, leírok, mutatok neki egy fotót, kreálok mondjuk a Midjourney-vel valami teljes agyament baromságot, és utána abból tudok egy 3D ábrát csinálni, amit aztán ki tudok, és fizikailag meg tudom fogni azt a szobrot, amit megint csak nekem szobrász, mivel én nem tudok szobrászkodni, tehát nem tudtam volna azt a formát megcsinálni, és akkor már egy ilyen tárgyi valóságá válik, meg a fotó is, hát azért leginkább digitálisan fogyasztjuk ezt, de hogy tárgyá változik az, amit én a számmal mondjuk kimondok, vagy leírok, és ez is, és ezt is az... De egyszer véletlenül bekapcsolva marad. És valamit és kettő pohárbornál többet iszol, és valamit magyarázol. És bekapcsolva marad az éjjel is, meg a, vagy az 3D-s nyomtató. Akkor lesz egy nagyon-nagyon klassz szobrunk. Még ezek itt körülötted. Ez egyelőre még azért nem olyan nagyon nagy, hogy meg nagyon sokáig tart. Tehát ha az ember elkezd printelni, akkor egy napig printel egy kis kutyát. Tehát hogy azért ez nem történik az, hogy reggelre egyszer csak ott van egy hadsereg, hogy mi történt. De simán lehet, hogy ez nyilván minden generációval egyre gyorsabb és egyre jobb lesz, és egyre kevésbé kell figyelni rá, hogy mit csinál. Császár Előd és Nánási Pál a vendégeim, és ugye van ez a rendezvény, ahol ti előadók lesztek, ez egyébként szeptember 9-én és 10-én a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban fog megtörténni, AI Summit 2024, és van egy alcíme is, és tulajdonképpen mi ezt fejtegetjük ma, a mai estén is ebben a beszélgetésben, hogy barát vagy ellenség, ezek szerint számotokra inkább barát. Ja, persze. Hát a világ legrosszabb ellensége az AI, tehát hogy semmi esélyed nincs. Tehát hogy lehet ellenségként kezelni, de felesleges. De hogy egy ilyen rendezvénynek nyilván az a célja, hogy minden egyes szegletét bemutatja, ahol használni lehet, vagy ahol már használják az AI-t? Inkább az a jó benne, hogy olyan emberek találkoznak, akik ezzel foglalkoznak, és egyébként nem biztos, hogy összefutnának. És nagyon érdekes előadásokat lehet hallani, mert mindenki nyilván nagyon lelkesen készül arra, amit csinál, mert hogy azok az emberek, akik most ezzel foglalkoznak, általában nagyon szeretik. És nem az van, hogy azért foglalkozom vele, mert hogy meg kell, hanem azért foglalkozom vele, mert nagyon érdekes, és nagyon izgalmas, és nagyon jó dolgokat csinálni vele. És ezért nagyon érdekesek az előadások is. Te miről fogsz előadni? Hát már először mondja el a Pali, mert mindig én dumálok. Én már az előbb kicsit elmondtam, én erről a játékról, tehát ezt a játékot fogom ott is eljátszani és bemutatni, hogy milyen az, amikor valamit én álmodok meg, és aztán én is tehát csinálom az, mint meg. Az előbb a kiállításról, amit meséltél. Így van, és ennek ezt fogjuk körbejárni. És ez egy ilyen klasszikus előadás, hogy kiállsz oda, mint egy előadó, egy fejmikrofonnal, vagy egy ilyen beszélgetés, hát lesz egy moderátor, aki ezt... Így van, Beiler Péterrel fog beszélni. Peti volt az, aki azt mondta nekem, hogy találjam ki, hogy mit fogok csinálni, hogy fognak kinézni az én képeim. A Peti, aki viszont miattam kezdett el Midjourney-zni viszont. És most nagyon jó AI cuccokat csinál a Peti. Így van. És te is így egy ilyen moderátor segítségével beszélgetsz? Rólad azért el tudom képzelni, hogy... Nem, én fél órán keresztül fogok dumálni, úgyhogy a laptopom képernyőjét lehet látni, mert hogy én virtuális előadókról fogok beszélni, mert hogy most ez az új mániám, hogy én ilyen előadókat gyártok AI-jal.
zenében és arcban is, és mindenben. Most már... Tehát megteremtesz mondjuk egy zenekart. Igen, az AI segítségével. Igen. Hozzátartozó... dalokkal, videókkal, képekkel. De történettel is? Akár történettel is, igen. Mert hát ugye egy zenekarnak, egy előadónak nem csak a dalai fontosak, hanem hogy mit írnak róla az újságok. Hát tehát, hogy generáltam... Hogy lehet a leghülyebb műsorokba betenni, hogy nem, hogy hát csinál magából hülyét. Egyelőre itt a dalokról van szó. Van egy bácsi nevezetű rapper, akit gyártottam, és igazából felépítettem a Gangsta Zolit. Nem a Gangsta Zolit, úgyhogy nem Gangsta Zoli is a kártel, hanem bácsi meg a haverok. És a bácsi egy ilyen 50 pluszos igazi magyar rapper, aki mindig egész életében rapper akart lenni, soha nem jött össze. Most már a gyerekek kirepültek, most már egyedülálló, van pénze is, úgyhogy úgy elhatározta, hogy most sztár lesz. És bácsinak elképesztő dalai vannak, és akkor ott a bácsi dalokat fogom ott demonstrálni. De bocsánat, ha már itt vagyunk, a bácsi, amikor majd rappel, akkor az kinek a hangja lesz? A bácsi hangja egész pontosan én, a bácsi eredeti hangja én vagyok. Aha. Én rappeltem fel a dalokat, de természetesen hát nem fogok én rappelni, úgyhogy a Darth Vader és a Dr. Dre hangjából raktam vissza bácsi hangját. Tehát ezt meg tudod ugyanúgy adni, igen, az AI-nak, hogy igen, szeretnék egy fazont, így meg nem, így lesz ki, és ilyen és ilyen a hangja. Ja, nem. Ezeket külön felhasznál, külön alkalmazásokban kell csinálni. Aha. De hogy alapvetően az történik, hogy én kitaláltam a bácsi, itt van a bácsi című dalát, ami arról szól, hogy milyen tökös gyerek, és megírtam a szöveget, felmondtam. De azt neked kell megírni, azt nem írja meg helyetted a... Ha az AI jó szöveget írna, akkor azzal írnám. De még nem írott. Nem ír? Még nem. Sajnos még kifejezetten nagyon nem. Ki vagy bukva? Se... Zenét már nagyon jól csinál, zenét tényleg nagyon jól csinál. De eredetit csinál? Igen. Akár, tehát hogy mi az eredeti? De tehát, hogy meg kell neki adnod, hogy legyen olyan, mint a legnagyobb FM slágerek egyike. Nem, inkább vagy azt mondod, hogy legyen olyan, ami még sose volt. Stílust adsz meg neki. Legyen olyan, mint még sose volt, az egy eléggé tág fogalom. Úgyhogy inkább azt én abban hiszek, hogy különböző stílusokat kombináljak össze. Aha. Tehát azt mondom neki, hogy mit tudom én, a italo diszkó szinti popot szeretném összekeverni a mit tudom én latin mariachi zenével, heavy metal tempón, és énekeljen lány, és ez legyen a szöveg. És akkor így lehet. Na hát attól függ, hogy mit csinálsz, és akkor így lehet ezt összerakni. A bácsi dalok úgy készülnek, hogy a szöveg megíródik először, tehát hogy kell egy nagyon fontos sztori a szöveghez, meg a dalhoz, és akkor utána beleteszem a rendszerbe, és azt mondom neki, hogy ilyen típusú hip-hop zenét szeretnék. És akkor kijön egy borzalmasan rossz nóta elsőre, kijön másodikra egy még rosszabb, harmadikra, és ugye 15.-20. próbálkozásnál jön egy refrén fele, amire azt mondom, hogy na, ez már jól hangzik. És akkor azon elkezdek építgetni, és elkezdem nyomogatni, és azt mondom neki, hogy jó, akkor a refrén első fele jó, akkor ezt légy szíves folytasd ezzel és ezzel a szöveggel. És akkor megnyomom a gombot, generál nekem két dalt, és eldöntöm, hogy tetszik-e vagy nem. Ha nem tetszik, ezek ilyen... addig nyomogatom, amíg jó nem lesz. 10 másodpercek, vagy több nap, mire jön egy újabb verzió? Hát szerintem a leggyorsabban és a legrövidebb idő alatt kész lett dal, mert ezeket én kis darabokban rendelem, és összevágom. Mm-hmm. Tehát, hogy úgy, ahogy a dalokat elkészítem, soha nem jönnek ki a rendszerből. Tehát nem kész dalokat ad, hanem te kiválasztod az által elkészített dalokat. Ad kész dalokat, csak sose olyan, amilyet én akarok, csak bizonyos részei olyan, és mindig azokat a darabokat választom ki, ahol a refrén első fele itt jó, a másik fele ott jó, a gitárszóló amott jó, és ezt ugyanígy, mint egy kollást összerakom. Mennyi lehetőség van? Tehát mondjuk van egy előfizetésed, nem tudom, mennyibe kerül egy ilyen előfizetés. $30 kerül a legnagyobb előfizetés. Ami a legnagyobb? Hát úgy a legnagyobb ebből a zenei AI-ból, ami... De ez havi szinten? Havonta $30, az úszköve... nem akarok hülyeséget mondani, 13-14 ezer forint. És akkor ebből annyit alkotsz, amennyit akarsz? 10 ezer kreditet kapsz, és azt hiszem, hogy egy renderelés az 10 darab kredit. De mondjuk egy dal hány kreditből áll össze? Hát... Elég az a $30? Jaj, persze, a $30 az nagyon sok. Azt hiszem, hogy 10 ezer kreditből azt hiszem, hogy 5 ezer fájt tudsz generálni. Tehát abban meg tudsz írni akár naponta egy dalt. Tehát, ja, igen. Tehát hónapban akár minden nap tudsz egy dalt írni. Hát, ha olyan van, akkor mert igen, mert nem fáradok el. Egyébként meg a zeneiparnak nagy szüksége van erre. Igen. Nem a te szerzeményeidre, hanem igen. Egyáltalán az új dalokra. Na most képzeld el, de viszont az a jó ebben, hogyha a közönség szempontjából nézed, hogy te azért
simán csinálsz magadnak egy technodalt a kutyádról. Igen. Ami nyilván neked nagyon sokat fog jelenteni, vagy a barátodnak, akinek a születésnapjára csinálod ezt a dalt, vagy az anyukádnak, vagy megcsinálod, vagy mit, bár, tehát hogy olyan sok felhasználási lehetősége van, amit még a marketingesek se tudnak, és tényleg elég komoly dráma lesz, mert hogy nagyon meg fog fogyatkozni a zenekarok száma, mert aki nem tud élőben zenélni, annak vége lesz, mert hogy élőben fognak zenélni az emberek, mert azt még az AI nem tudja, de majd fogja tudni. De hát ha megíratok egy AI-jal egy dalt, de azt a saját zenekarommal adom elő. Ezt magyaráztam neked, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, csak most úgy teszel, mintha nem tudnám. De igen, csak hát azt nem hallott a hallgató, amikor mi itt álltunk a pult tehát, mellett, igen, kikapcsolt mikrofonnal, érted? Igen, tehát hogy én most már nagyon híres magyar előadónak írtam olyan dalt, ami AI-jal készült, de hát a végeredmény az rendesen élőben fel van véve, és nem fogom megmondani, hogy ki az, de nagyon nagy sláger lesz belőle, és megjelenik egy pár hét ember. De idő után fel fogják vállalni ezt az előadók, hogy igen, nem, ezt nem a dalt tudom. Én az AI segítségével írtam. Nem tudom. Mert ott van például Azaria, aki most az elmúlt időszakban nagyon megy. A fiatal előadókból biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan használják az AI-t. A legnagyobb bűne a zenészek szerint, vagy nem tudom, bizonyos emberek szerint, ezzel vádolják, hogy ő használja az AI-t. Ezt miközben nem, hát... ezzel azok vádolják, akiknek idézőjelben elveszi a munkáját az Azaria. Nyilván az Azaria nem veszi el senkinek a munkáját, mert aki annyira híres lesz, mint ő, csak annak tudja elvenni. De hát az, hogyha a fiatal előadók használják az AI-t zenére, abban semmi meglepő nincs. Ezt mondtam neked, hogy lesz egy generáció, akinek ez olyan természetes lesz, mint a gyerekemnek volt 2 évesen az iPad. És akkor ugyanígy lehetnek, hogy egyszer csak előkerülnek olyan fotósok, akiknek soha az életükben nem volt azzal a problémájuk, hogy mekkora objektívet vegyenek meg, nem tudom, milyen fényeket vegyenek, hanem egyszerűen csak ők az AI segítségével egyszer csak fotóművészekké válnak. Hát de... abszolút, nem egy ilyen van már, és én csodálattal nézem egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok szenzáció is van közötte. Nem tudom, hogy mi lenne akkor, hogyha előtte hirtelen valaki, tehát hogyha azt mondják neki, hogy na, akkor most le kéne fotózni ezt az embert, és ott megáll előtte egy portréalany, aki lehet, hogy rossz napja volt, és nem szívesen áll a fényképezőgép előtt, és akkor ott a saját figuráddal, vagy ott a saját karaktereddel kell tudni őt rávenni valami olyan gesztusra, amit egyébként nem tud, tehát a fotográfus, mint szakember, ember nyilvánvalóan arra képes, hogy egy belőled, vagy bárkiből, aki nem gyakorolt a kamera előtt, aztán valami történjen. Ezt is meg tudom úgy egyébként csinálni, hogy van erre is egy AI felület, hogyha én a te fejedet 30 szögből körbefotózom, és nem akarom, hogy te ott szenvedjél a kamera előtt, akkor utána ebből a 30 képből én már tudok olyan képeket generálni, mint te vagy rajta, de nem kell, hogy ott álljál a stúdióban. Igen. És akkor bármit csináltok. Igen. És fogsz a fejjel lefelé, nem tudom, egy bungee jumping kötélem, vagy éppen... A palit ismerve fogsz is csinálni. Ugye nem titkolt szándékom, ez meg is jelent cikk, mert ezt már kimondtam, hogy én nagyon várom azt a pillanatot, amikor a kis feleségemről, Nóriról csinálok egy olyan sorozatot, amin ő nem volt ott. Mert nyilván több mint 30 szögből van már nekem meg róla. Tényleg? Tényleg. Mikor történt ez? És ez erre ez... van időtök. Erre mi? Van időtök. Pezzek dolgozni, az nem, az pezzek csinás. Ja. Egyébként, ha már itt tartunk, és tök jó, hogy ezt most kimondta az előtt, hogy az AI-jal való foglalkozás úgy, hogy ti tulajdonképpen kereskedelmi terméket állítotok elő, amiből nem tudom, egzisztenciát teremtettek a családotok számára, az munka? Hogyne? Megközben az előbb azt mondta, hogy tök jó móka. A kettő nem zárja ki egymást. Tehát, hogy érezheted magad jól a munka közben. Mindig azt szokták mondani, hogy keres valamit, amit szeretsz, és egy napot sem kell dolgoznod életedben. Ez persze így nem igaz ebben a formában, de sokkal elviselhetőbb. De jó. Sokkal elviselhetőbb olyan dolgot csinálni, amit az ember szeret. A kreatív agy ezt tehát egy ilyen alap... feltétele, nem? Ahhoz, hogy az ember jól használja az AI-t. Most ezt a hallgatóknak eláruljuk, kis kulisszatitok, miközben mi itt beszélgetünk, hobóként várakozik, hogy egy újabb beszélgetésben benne legyünk. Az ő munkáját valaha el fogja venni az AI? Nem. Az övét már nem. Biztos, hogy nem. Mert ő... De nem is azért, mert ő idősebb, hanem... De azért. Tehát nem azért. De azért. Azért? Azért. Hát ilyen, igen, csak ő folyamatosan alkot, ír, azért, mert... könyvet ír, verseket ír, dalszövegeket aki ír. Aki már megvan, azt nem fogja. Tehát ezért
a múlt századi előadóknak, meg a század elejé előadóknak ezért lesz nagyon jó. Ha. Mert ők már nem tehát ők már ismert előadók, és inkább a következő generáció lesz érdekes. Hát meg azok az emberek, akik például én nagy hobórajongó vagyok, úgyhogy én remélem kapok tőle egy selfit, mert még nem találkoztunk. De nagy selfie. Én megcsinálom. Igen, arról híres, hogy nagyon szeret fotózkodni. Ő nekem, meg hozzám hasonló korúaknak, meg remélem, hogy a fiataloknak is csinál. A vadászat alapelvei. Na most, én most ott voltam a legutóbbi koncerten egyébként, ha ő nincs a színpadon, akkor az ott koncert nem történik. Az, hogy akkor ő neki nem kell szögre akasztani a ceruzáját, mert megírják helyette azokat az igazi a sorokat. De öregszünk vele, tehát azért az fontos, igen, hogy mi is azért megyünk előre az időben. De és képzeld el, hogy mi alapvetően, tehát annak ellenére, hogy a Palival mi ketten viszonylag annak a dolognak az elején járunk, és ott állunk a hajó orrában, azért még mindig úgy érzem, hogy semmit se tudok erről az egészről. És halványlilag érzem. Akkor viszont neked is ajánlom az AI Summit 2024. Én biztosan elmegyek. 9-e, 10-e Magyar Zeneháza és Néprajzi Múzeum. Császár előtt, Nánási Pál, kösz, hogy itt voltatok. Köszi. Sziasztok. Csó. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.